búcsúzásra készülő végzősök műsorai színesítették a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szalag tűzőjét. Az elmúlt év történései után az iskola vezetés úgy döntött, nem kockáztatja meg, hogy az idei negyedikesek ne élhessék meg azt a felölmelő érzést, hogy szüleik és barátaik jelenlétében kapják meg a búcsúzás kezdetét jelző szalagocskát. Andor Karábor igazgató azt mondta, ez tanárnak és diáknak is egyaránt felemelő pillanat. Az iskolának az egy olyan hagyománya, amihez nagyon szeretünk ragaszkodni, és hát nagyon szeretik a végzősök is, és hát természetesen mi is. Ugye a tavalyi év egy speciális év volt, az udvaron külön osztályonként tudtuk megrendezni ezt, nem volt alkalmunk így egy légtérbe. Ez külön nagyon nagy öröm most számunkra, hogy ezt most megtehetjük. 12. évfolyamon jelen pillanatban Bonyhádi Pető Sándor Evangélikus Gimnáziumban 148-an fognak végezni. Minden évben valami újítást vezetnek be az iskolában az előző évhez képest. Most a szokott helyszín az atlétikai centrum felújítása miatt a városi sportcsarnok adottságait használták ki. Nyilván vannak olyan bevett dolgok, amit itt az évek, évtizedek alatt kialakultak, és az intézmény hagyományának tekinti, de igyekszünk azért nem belefásulni, és mindig egy kicsit újítani is. A búcsú a gyerekek, a pedagógusok és legfőképp az osztályfőnökök számára is nehéz pillanatokat eredményez. Nagyon nehezek, főleg rangidősként mindenféle szempontból, azért, mert hát én most már az idősebb generációhoz tartozom, illetve abból a szempontból is, hogy én egy hatosztályos osztályt vittem most végig ismét, tehát 6 év együttműködés, együtt dolgozás eredményeként jutottunk el ide a finishbe. Amikor megkapják a szalagot, ami azt jelzi, hogy lassan befejezik a középiskolai tanulmányaikat. Nagyon nagy volt az izgalom, tegnap volt a főpróbánk, és hát minden többször el kellett próbálnunk az új helyszín miatt is, meg hát természetesen, hiszen mindenki életében, mármint a diákok életében ez egyszer adódik, és nagyon szeretnének felkészülni rá, hogy ez a nap tényleg valóban róluk szóljon. Hát ez egy nagy élmény, mindenképpen látni azt, hogy a 3, 4, 5, 6 év eltöltött munkája, hogy érik be, és kezdik viselni büszkén azt a szallagot, ami az összetartozásunkat is elképezi. Nyilván eszembe jut az én szallagtűzöm is, és azért hát ez egy kifejezetten jó érzés, hogy látni azt, hogy megtapasztalni, megérezni azt a dolgot, hogy egy közösséghez tartozok.